A Budai Vár, ha arra gondolok, akkor elsősorban az otthonom jut eszembe, vagy az egyik otthonom talán, itt a Vár szoknyáján lakom, nem messze. A Győr utcában, ahol már nagyon sok író és költő élt, lakott előttem, ez külön öröm, bár ez a véletlen műve, nem itt terveztem. Nekem a mindennapjaim része a Vár, van, amikor itt futok a Várkertbazárban, ez a szerintem a legszebb utópálya a világon. Oda megyek fel fagyizni a gyerekeimmel, ott rollerezünk, annyira része a mindennapjainknak, hogy nekem ez leginkább élettér. Én tudom, hogy egészen elképesztően fontos megőrizni bizonyos manifestációit a történelmünknek. A szembenézés miatt, azért, hogy ne felejtődjön el. Ennél egyértelműbb lenyomata a történelemnek, mint mondjuk az épületek, vagy egy város, ezért kevés van. Ez pedig fantasztikus, hogy vannak új régészeti kutatások, előkerültek Zsigmond kori romok. Szerintem ez nagyszerű, hogy megmentjük, mit meg tudunk még menteni. Nem nagyon vagyunk elkényeztetve ezen a táján a világnak ilyenfajta emlékekkel. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy megőrizzük és meg tudjuk mutatni az utódoknak is azt, hogy ez miért fontos.